Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi vár rád augusztus hónapban, és most az ikrek jegyéről van szó. Ez egy általános kirakás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes havi jóslást, ennek a díja 3500 forint. Először megtekintjük azt, mit üzennek a csillagok. Az indiai számítás szerint az ikrek jegyében mozog Vénusz bolygó, az kihat ránk hölgyekre, a nőiességre, a szépségre, egy kreatív tevékenységre, vagy a szerelemre, tehát ez az aktuális téma az ikrek jegyénél. Merkur bolygó az oroszlán jegyéből hat, és ez egy jó kapcsolat, ez lehet egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés. Mars bolygó a kos jegyéből hat az ikrek jegyére, ez is egy jó kapcsolat, és ez jelentheti az életerőt, vagy a lelki társadat. Ami Jupiter bolygó mozgását illeti, az nincs jó hatással az ikrek jegyére, az jelentheti azt, hogy vannak most még igazságtalanságok az életedben. Augusztus 12-én teli hold van, ami megvilágít valamit, itt magas célokról van szó, és arról, hogy kell a türelem, ne add fel a céljaidat. Augusztus 27-én új hold van, az jelenti a visszahúzódást, a meditációt, Regulus csillag hatása alatt áll, és ez egy királyi csillag, utal a szívünkre is, és itt ilyen szívügyi dolgokról van szó, amit szeretsz, vagy akit szeretsz, vagy amit kedvelsz. Augusztus 1-én Mars bolygó és Uránusz bolygó együtt hat, itt lesznek változások, különösen ami a férfiakat illeti. Augusztus 24-én Uránusz bolygó megáll, utána visszafele halad. Uránusz bolygó hatása alatt mindig változásokról van szó. Itt meg kell állni egy pillanatra, elgondolkozni azon, hogyan tovább, vagy elgondolkozni a múltról, hiszen ez a visszafele mozgás, egy visszatekintés a múltba, az is lehet, hogy valaki gondol rád, és visszatér a múltból. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Ha egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Itt a fejed fölött lévő kártyák utalnak a gondolataidra. A háznál az otthonodról van szó, vagy a környezetedről, mint például a szomszédok vagy rokonok, itt lesz mozgás, előre mennek az események. Ez a fa lehet egy biztos hely, ahol úgy érzed, hogy itt le tudsz gyökerezni. És mivel a gólyák jelentik a változásokat, ez lehet egy költözködés is. A fa jelenti a gyógyító erőt, előfordulhat az is, hogy valaki beteg volt a családban, de most javulni fog a helyzet, hiszen az egerek eltávolítják ezt a betegséget. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott, tehát eltávolítják a betegséget. Itt ez a kígyó utalhat szintén egészségügyi témákra, vagy a változásokra, a megújulásokra. De ez a kígyó jelenthet egy nőt is, mivel itt van a barátság a nővel egy vonalban, ez lehet egy barátnő. De itt valami átláthatatlan, hiszen nem játszik nyitott kártyákkal. Itt van a hamisság, és az ostor azt jelenti, hogy ez a nő megbántott téged, vagy ez a szándéka. Itt a koporsó jelenthet
egy régi barátságot, hogy ez a hölgy visszatér hozzád, beszélni akar veled, de nincsenek itt jó szándékok. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy ez egy hamis barátság, megbántott téged fél évvel ezelőtt, és a koporsó azt jelenti, te le akarod zárni ezeket az emlékeket, vagy lezárod ezt a barátságot. Az előtted lévő kártyák utalnak itt változásokra, hiszen ezt jelentik a gólyák, különösen ami az anyagiakat, a munkát, a hivatást illeti. Az utak jelentik a lehetőségeket, a döntéseket, változásokat, ugyanúgy, mint a kereszt. Hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez nem csak téged, mint egy hölgyet illet, hanem itt ez a férfi jelenti a lelki társadat, vagy a férfiakat. Ő is egy vonalban áll az utakkal, ami jelenti a döntéseket. A döntések így összefűznek benneteket. És egy vonalban áll a kereszttel, ugyanúgy, mint te szintén egy vonalban vagy ezzel a kártyával. Ez lehet egy vallási téma, vagy egy karmikus szerelmi kapcsolat, amikor a sors utatok itt kereszteződik, ez lehet egy találkozás is, de jelenti a döntéseket, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és lesz egy új irány. Itt kinyílik egy új ajtó, kinyílik ez a lehetőség. Itt szerelemről van szó, és a hold jelenti a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket, az érzelmeket. A múltban ő zárkózott volt, de itt most kinyílik ez az ajtó, szimbolizálja a nyitottságát is, és itt meg lesz újra a kapcsolat kettőtök között. Ez a könyv jelentheti az ő tudását, vagy egy tovább képzést is. Itt is látható ez a lehetőség, hiszen kinyílik ez az ajtó számára. A könyv egy vonalban áll a horgonya, ami szimbolizálja a munkát, a hivatást. Itt van a tudás, a tanulás, és a kereszt jelenti a döntéseket. Itt a horgony fölött megjelenik ez a levél, ez lehet egy irat, mint például egy munkahelyi szerződés. Amire ő gondol, az itt jelenik meg a feje fölött. A gyermek jelentheti a gyermekeket, de itt vannak problémák, nehézségek, erre utal ez a hegy. A gyermek jelenthet egy új kezdetet, és ez kihat a munkájára, egy munkahelyi változás. Itt a csillag jelentheti a spirituális utat, és a virágcsokor egy kreatív tevékenységet, de jelenthet szerencsét is, hiszen mindkét kártya utal szerencsére. Megvan nála az életerő, itt lesznek fontos beszélgetések, változások, egy új kezdet. Minden olyan hirtelen jön, amikor nem számít rá. És itt a problémák elmúlnak, hiszen itt tisztázódik valami, vagy tisztán látja a dolgokat. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét augusztus hónapban itt látható. A téli hónapokban voltak nehézségek, problémák. Ez most úgy hirtelen elmúlik, hiszen itt kitisztul, tisztázódik valami. Ez a levél egy fontos hír, vagy egy szerződés. Itt vannak még hamisságok, ami a barátságot illeti, és az ostor jelenti azt, hogy valaki meg akar téged bántani, vagy őt bántani. Itt ez a koporsó lezárja ezeket a dolgokat, de a koporsó jelentheti azt is, hogy itt egy örökösödési ügyről van szó, és itt a torony akkor jelenti a bíróságot, de itt minden olyan hamis, valaki be akar téged csapni, vagy őt akar valaki becsapni. Második hét
augusztus hónapban itt látható. Egy új kezdet, ami a munkát, a hivatást illeti. Itt van a szerencse, egy kellemes meglepetés, az életerő és fontos beszélgetések. A felhő fél évet jelent, így a koporsóval együtt a múltról van szó. Itt voltak problémák, nehézségek, ez most elmúlik. Ez a kígyó lehet ugyan egy hamis nő, de jelentheti a változásokat, a megújulásokat is. És itt a korlátozások elmúlnak, hiszen az egerek itt vannak a közelben, és ahogy mondjuk a kártyavetésnél, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az eltűnik. Tehát az egerek eltávolítják ezt a helyzetet, vagy a korlátozásokat. Harmadik hét augusztus hónapban itt látható. Ő áll a középpontban. Itt lesz egy új kezdet. Itt vannak a lehetőségek. Ő tanul még valamit, keresi veled a kapcsolatot. Mellette megjelenik ez a hajó, jelenti a reményeket, vagy utazásokat, külföldi kapcsolatokat. Itt is látható a mozgás, különösen ami az anyagiakat illeti. Ez a kártya jelenthet autót is, és itt az anyagiak, vagy egy autó vétele, vagy eladása lehetséges. Ami az otthonodat, a családot, a környezetet illeti, vagy az övét, hiszen ő is egy vonalban áll ezzel a házzal, itt lesz mozgás, külföldi kapcsolatok, vagy egy ház külföldön, ennek a vétele. Itt rendeződik valami, és lesz gyógyítás, egy gyógyító erő. Az is lehet, hogy ez a terület foglalkoztatja őt, vagy téged, és a ház akkor azt jelenti, hogy itt lesz egy magán cégnek, vállalkozásnak a kialakulása, és itt vannak az alapok. Utolsó hét, augusztus hónapban itt látható, te, mint hölgy állsz a középpontban, lesznek változások, anyagiak javulnak, itt vannak a döntések, ez kihat az anyagiakra, de kihat az érzelmekre, a szerelemre is. Itt melletted megjelenik a nyilvánosság, ez jelenti az elismeréseket, és az utolsó kártya, az hozza számodra a szerencsét. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!